Illegális vízelvezetésre évek óta akadt példa Nyíregyháza külterületein is. A tavaszi aszályos időszakban azonban a szokásosnál is gyakrabban észleltek ilyen tevékenységet a Nyírség vízéért szakemberei. Az elkövetők a legtöbb esetben a tűzcsapokra csatlakozva, mérőeszköz nélkül ezáltal ingyen vételezték az ivóvizet. A felhasználás az eddigi rajtaütések alapján igen eltérő, legtöbbször termőföldeket öntöztek, de néhányan az otthoni automosást is így oldották meg. Károk esetében összetett a kérdés, ugyanis nem pusztán gazdasági károk van szó, hogy úgy veszek igénybe a szolgáltatást, hogy nem fizetek érte. Komoly következménye lehetnek akkor, hogyha a vízvételezés nem a mi munkatársaink nem szabályszerűen alakítják ki. Sokszor fordul elő az, hogy olyan lakossági bejelentéseknek az eredménye lesz egy illegális vízvételezés a környéken, amikor a felhasználók valami vízminőségi panasszal élnek. Ez szaghatás, ízhatás, felkavarodik a víz, nem megfelelő a szolgáltatásnak a minősége, kevesebb a nyomás, nyomásingadozások vannak, és a munkatársaim a feltérképezés után találnak illegális vízvételezést, ahol az elkövető nem szabályszerűen használja ezt a szolgáltatást. Jó hír ugyanakkor, hogy az illegális ingyen vízvételezésnek a jövőben elejét veszik a Nyírségvíz szakemberei. A vezetőség úgy döntött, az ügyeletet is ellátó hiba elhárítási egység folyamatosan ellenőrzi Nyíregyháza vízellátási körzeteit és a cég további szolgáltatási területeit. Néhány hónappal ezelőtt külön csoportokat irányítottunk ennek a tevékenységnek a felderítésére. A munkatársaink célzottan járják be azokat a jellemzően külterületi elosztóhálózatainkat, gerincfeletékeinket, ahol kevésbé lakott a térség, nagyobb mezőgazdasági tevékenység, és próbálunk a jelenlétünkkel is már egy elrettentést csinálni, vagy elrettentést megvalósítani. Más területen is jelentős problémával találkoztak a vízügyi szakemberek. Az elmúlt hetek folyamatos esőzései során számos bejelentés érkezett amiatt, hogy a nyíregyházi lakosok az elkülönített szennyvízhálózatba vezették a csapadékvizet, ami miatt a hálózat túlterhelté vált. Mindez azt jelentette, hogy a szennyvízelvezető csatorna rendszer teljesen megtelt, így pedig több utcát is elárasztott annak tartalma. Ez abban nyilvánul meg, hogy esőmentes időben semmi probléma nincs a szennyvízelvezetéssel, mihelyt esik egy kisebb vagy nagyobb csapadék, ami az elmúlt hetekben most már rendszeressé vált, hogy minden nap szinte nagyobb esők érték el a megyeszékhelyet. Ez a nagy eső belekerül valamilyen formában, általában illegálisan, legtöbb esetben illegálisan a csapadék csatornarendszerbe, és ez problémát okoz nem csak nekünk, hanem a lakosságnak is, olyan szempontból, hogy a kevert, szennyvízek kevert esővíz a fedlapon keresztül elhagyja csatornarendszert. Ez az utcán megjelenhet, árkokban megjelenhet, és ez rendkívül fertőzés veszélyes. A Nyírségvíz szakemberei kiemelték, mind a szabálytalan vízvételezés, mind a csapadékvíz szennyvíz csatornába történő elvezetése kimeríti a közműveszélyeztetés jogszabályi értelmezését. Az intézmény egyelőre a lakosságra való ráhatással és házon belül szeretné kezelni az ügyet, de további kihágások esetén a hatóságok közreműködésére is számítani lehet.